Szia, vagy sziasztok! Köszönöm, hogy figyeltek. Most egy Hiperkalma dalnak a basszusát nézzük meg. Boldog még ez a cím a dalnak. Ugye a legegyszerűbb dalokkal vagyunk meglőve általában a legjobban, ugyanis ott, mivel nagyon kell figyelni az akkordokra, jó, de ez nem olyan nagyon bonyolult, na, nem akarom túl léhegni a dolgot, csak ugye itt nem mindegy, hogy milyen hangot játszunk, ugye itt ebben a dalban például van azt összesen 5 akkord, ha jól számoltam, E, A, D, G, valakinek ez ismerős, ez az E, A, D, G dolog? Hát, az üres húrok a basszus gitárral, ugye? De ugye nem így fogjuk játszani, hanem úgy fogjuk játszani, hogy megpróbáljuk ritmikailag ráhelyezni erre a kis dallamra, akkordokra, ugye? Itt például Robi elkezd fütyülni, és itt már kikövetkezthetjük fül alapján, hogy milyen akkordok vannak benne. Jó, de itt bejön a videó is. É, A-mol, bocsi, tehát E-mol, E-mol, A-mol, D-dur, G-dur, fisszel, E-mol, A-mol, D-dur, és E-mol. Tehát, hogy ennyi lenne a, úgymond, a visszatérő rész, ez nagyon sokszor elhangzik benne, és ez ugye két soros, E, A, D, és az egyiknek a, egyik sornak a vége G-dur, a másik sornak meg E-mol. Tehát a, most ugye itt még nincs basszus, de én azért megmutatom, hogy alaphanggal E, A, D, és G, fisz, E, A, D, és E. Ez fog történni a dalban, és hát itt igazából az majd mindenkinek azon múlik, hogy milyen technikai szinten van. Én nem javasolnám az üres húrokon való játékot, természetesen van, aki szeret üres húrokon játszani, én nem szeretek, én itt fogom fogni az ét, bocsi, nagyon ritkán fogom, a dalban ez hangzik el, tehát szerintem lehet, hogy így is érdemes lenne megtanulni, hogy üres húr, ugye, de azt majd elmagyarázom, amikor annál a résznél leszünk. Tehát, hogy most akkor elindul a dal, itt még nincs basszus, amilyen még nem voltál, sosincsen késő, már te csak lép, és jön másodjára ugyanez, kevés lesz minden, itt még megint nem játszunk basszust, ahhoz, hogy elmondhasson, itt már fogok egyet, érzem melletted, mikor jó, jó, stop. Itt pedig Aladár és Dénes következik, szerintem üres A, fogod D, üres A, E, és egy H a végére, tehát az A, D kétszer van, A, A, csúsz, D, és Hedwig, és aztán megy a verze refrénszerű dolog. Ott például a lüktetés, figyelj. Tehát itt egyértelműen hallatszik a basszusnak a lüktetése. Tehát itt az E hanghoz, tehát ugye itt is, na, most alaphangokkal játszom el először is. D, G, E, A, D, és E. Tehát, ugye, hogyha alaphangokkal játszom, de nem akarom, csak alaphangokkal, ő azt játssza, ha jól hallottam, hogy tehát, hogy berak egy H hangot az E után, ami vezet A-ra. Az A akkordhoz, ahhoz pedig egy E-t rak, az a kvintje, ugye? Tehát, hogy E-nek a H a kvintje, A-nak a E a kvintje, utána jön egy D,
ahhoz egy tercet fog rakni, vagy legalábbis én úgy vettem ki, hogy vissza tudjak menni G-re, és utána fiszre. Tehát akkor... Tehát ez lenne a két sor. Tehát akár ezzel is végigjátszhatnám a dalt. A gitár szóló alatt is ez megy. Itt most hallatszik simán az összes basszus hang. A lájtos rész, ugye? Mert ugye kiszállt a úgymond a dobszerkot. A lüktetés azért megmarad. És utána megint jönni fog majd az AD. Aladár Dénes, Aladár Hedvig. Tehát, hogy itt most végül is az a feladat, hogyha lehet, akkor, mármint, hogy ha fejlődni is szeretnénk, hogy nem csak bemagolunk bizonyos dolgokat egy helyen, a basszusgitár gyakán, hanem mondjuk én azt is mondanám, hogy ugye itt lehetne mondjuk az, ahogy ő is mondja, hogy itt fognám az E hangot, itt az A-t, itt a D-t, itt meg a G-t. De, hogyha, ugye, ha a lüktetést is figyelembe veszük, ugye E-hez hozzárakok egy H hangot, quintbe, az A-hoz egy E-t, quint, D, ahhoz is egy quintet, és aztán megérkeztem G-re, és visz. Tehát, a második sor meg E-re záródik. Tehát akkor a két sort egymás után lassan eljátszom. Tehát így néz neki, én így játszanám. Lehet, hogy nem jó, de legalább én találtam ki ezt a basszust magamnak. Tehát én szeretek más útvonalon járni, mint kellene. Igen, és mondjuk még, hogyha azt is kitalálnám, hogy lenne benne egy kis walking. Tehát ugye, és nem is fogom tovább bonyolítani a dolgot, gyakorlat, ugye ilyenről már beszéltem. Tehát akkor azt mondanám, hogy E, fisz, G, gisz, A, H, C, cisz, D, E, fisz, D, E, fisz, A, G, fisz, D, dis.
Tehát, hogy ezt a két sort én így játszanám el, rá fog menni, higgyétek el, majd nézzétek meg, mindjárt lesz egy... Tehát akkor igazából egy kicsit mozgalmasabbá válna a basszus, de ahogy hallottam a dal végén, ő is játszik ilyeneket bele, ilyen kis walkingokat. Tehát ebben sincs semmi bonyolult. É, megérkeztem ára. Megérkeztem D-re. Megérkeztem G-re. Megérkeztem E-re, ami már a második sor. Második sor. Második üteme. Tehát. Szóval, hogy nem kell ezt túl bonyolítani, alapból az a lényeg, bocs, meghúzott a gyakam egy kicsit, aztán így a ilyen robot módban vagyok, így tudok csak fordulni. Tehát, hogy alapból én azt csinálnám, hogy azért ugye megismerkednék az akkordokkal, E-mol, A-mol, D, G. Tehát ezek vannak benne, aztán gondolom az A is, hogy semmi esetre sem dur, mert nem hallok benne ciszt. És akkor D-fisz a másik, tehát D-fisz C. De nem kell szeptimek, érsze, bocs, megint szeptimek gondolkodni, nem szabad szeptimekbe gondolkodni ennél a dalnál. Játék szempontjából... Tehát kb. Ilyeneket is játszhatnék bele, de nem még élik. Tehát gyakorlásról beszélek, tehát nem a dal. Most a szerkezetét úgyis meg fogjátok hallani. Tehát most a szerkezetét felesleges leírnom, hogy az E-mollos részből, ami két sorból áll, mennyi van, az A-s részből mennyi van, azt hallani fogjátok. Tehát igazából inkább az van, hogy én loopolnék egy részt, és arra gyakorolnám ezeket a... Vagy... Rengeteg variáció van, éppen azért sokkal nehezebb egy egyszerű dallal foglalkozni, mert hogy mindenből következik valami. Nem véletlenül vannak azok a hangok benne, nem véletlenül azok az akkordok szólnak alatta. Tehát azt mondom, hogy nézzetek mögé, ne magoljatok, játszatok. E, A, D, G, üres húrok, tök jó, aztán megkeresem ezeket a hangokat máshol, utána A, D, azt is tudom, hogy hol lehet lefogni. Ezek mind olyanok, amik rettentő fejlesztő dolgok. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy segítettem. Ha valami kérdésed van, esetleg nyugodtan írd le. Szia!